light, what a light. What a light, source of life and beauty. She takes care, protects you and me. Egyszer volt, hol nem volt a Föld. Can we bring back a smile on Earth? Help her rebirth. Megújuló energia. Nemrég a megújuló energiaforrásokról kérdeztetek. Sok formája van ám, de csak kevéssé használjuk ki. Most a legfontosabb formáiról szeretnék beszélni. A szélenergiáról, a vízenergiáról és a napenergiáról. Ez csak három energiaforrás. Igaz, de a legfontosabbak. No persze, létezik még sok másfajta is. A biomassa, vagy a faipari hulladék energiája, vagy a szemétégetők és a geotermikus források hője. Ez a föld alól tör fel. Sok helyütt fűtenek is vele. És akkor még nem is beszéltünk a bioüzemanyagokról. Ezek is fontosak, ugye? De mennyire? Energiát lehet termelni a búzából, kukoricából, répából, repcéből, de a szőlőmasszából is. Sajnos gondot jelent viszont a gyomirtók és a szennyezettség. De maestro, ha ilyeneket ültetünk, akkor marad elég hely annak a termésnek, ami ehető? Ó, ez kiváló kérdés. A szél és a napenergia igába fogásához természetesen területre van szükség. Tehát nagyon komoly változások várhatók az életben. Bizony, meglátjátok. De miért, maestro? Mi mit csinálunk rosszul? Hogy ti? Ugyan gyerekek, ti aztán semmit. Az emberiség azonban úgy érte el a mostani jólétet és gazdagságot, hogy kizsigerelte a bolygót. Ráadásul egyre több helyen vívnak fegyveres harcokat az ásványkincsekért, például az olajért. De ez lassan a múlté. Meg kell tanulnunk kihasználni a megújuló energiákat. Nincs más választás. Akkor nem sokára el fog fogyni az olaj és a benzin. Dehogy, kedvesem. Holnap vagy holnap után még aligha, de nem árt felkészülni rá. Kit érdekel az olaj? Jól meg vagyunk nélküle, nem igaz? Ohó, szóval te így gondolod? Képzeld csak el, hogy milyen lenne a világunk olaj nélkül. Nem lehetne itt ez a függöny, vagy a szőnyeg. Nem volna rádió és tévé, nem volna kamera, sem ilyen bútorok. És benzin nélkül az autók sem futnának. Nem volna bennük műszerfal, hangszóró, üléshúzat és más berendezések sem. No és ami a legfontosabb, nem volna kerekük sem. Nem lenne akkor samponunk, fogkefénk, fogpasztánk vagy gyógyszerünk, sem ruhánk, zoknink, cipőnk. De nem ám, gyerekek! Úgy ám! A világon ezekhez a dolgokhoz legalább ötödrészt olajat használnak. Bizony furcsa, ha belegondolsz. Ugye? Olajat használnak a nagygyárak, a mezőgazdák, de az otthonok, a háztartási gépek is. Otthon az olaj 100 ember házi munkáját is helyettesíti. Úgy ám, 100-ét. Egy 160 literes olajhordó 3000 ember munkáját váltja ki. És akkor még nem is beszéltünk a közlekedésről. Az a legnagyobb olajfelhasználó a világon. Manapság 100-szor annyit utazunk, mint akár csak 50 éve.
Az óriás gépek óránként 1500 liter üzemanyagot használnak el, annyit, mint 1000 kocsi. No de autóból is 1 milliárdnyi van már, és pár évtizeden belül csak több lesz. Ezek folytják meg az utakat, elhihetitek nekem. Egyre nagyobbak, és egyre jobban szennyezik a levegőt is. Hát nem felelőtlenség? No de mondok még néhány példát. Egyetlen szál Chile és Párgában 1 kalória az energiatartalom, de 100-ba kerül az elszállítása. Hát nem szörnyű? Az Amerikából Angliába szállított fejesaláta egyetlen kalóriáját 127 kalóriából szállítják el. Ez talán ésszerű dolog? Mi a világ lakosságának azon 1/4-ébe tartozunk, amelyik a víz 3/4-ét használja el. Micsoda pazarlás! Az emberiség alig 100 éven belül feléli mindazt, amit a természet évmilliók alatt teremtett. Meglepő, nem de? Olyan ez, mintha az ősember kora óta megtermelt kincseket egyetlen nap alatt élnénk fel. Sőt, a nem megújuló energia használatával a légszennyezés miatt növeljük az üvegházhatást is. Most már láthatjátok, hogy miért is zsákutca ez. Hallottam már bioüzemanyaggal hajtott kocsikról. Igen, igen. Igen, ezen a téren is történt előrehaladás, de korlátozottan. A bioüzemanyag még ma is igen drága, és a világ összes termőföldje kevés ahhoz, hogy elegendőt termeljük belőle. Sőt, ez szennyez is. Bár a repce még talán megoldás lehet. Az elektromos autók is jók, de csak a városon belül. Ezekkel nem lehet messzire menni. No és ami a biogázt illeti, ezt az újrafeldolgozott hulladékból nyerik. Ez komoly lehetőség. Érdemes megvizsgálni. Sok gyár már neki is látott, de ehhez nagy türelem kell. Azt is mondják, hogy a hidrogén a jövő üzemanyaga. Erről mit gondolsz? Igen, valóban az. A hidrogén a víz egyik eleme, és bőven van belőle készlet a Földön. 3-szor annyi energiája van, mint a benzinnek. És nem is szennyez. Igen. Hiszen Verne már a rejtelmes szigetben is leírta, hogy... Úgy van, barátaim. A hidrogén és az oxigén, amelyekből a víz áll, egy napon kimeríthetetlen hő- és fényforrásul szolgál majd. A víz lesz a jövőkor szene. Persze, 1873-ban még nem volt kőolaj, csak szenet tudtak égetni. De a hidrogénben sem ért egyet mindenki. Halljuk csak a szakértőket. Ez lesz a jövő üzemanyag, a milliónyi új állás helyet tud teremteni. A hidrogén tiszta és korlátlanul megvan. Előállításához viszont sok széndioxid kibocsátása kell, és több energiát igényel, mint amennyit nyerhetünk. A szélerőművek és a napelemek segítségével olcsó és nagyon tiszta energiaforrásaink lehetnek. Ez a jövő. Akárhogy is, az olajkorának előbb-utóbb végleg vége, a jövő a hidrogéncelláké. Igazán? És mikor lesznek készen, és mennyibe kerülnek? Az amerikai külügyminisztérium már 3 milliárd dollárral támogatja a hidrogéncellák megalkotását. A gyártás beindulásával a hidrogén is olcsóbb lesz, mint az egyre ritkuló olaj. Mondd, te mit gondolsz erről? Mindnyájuknak igaza van, gondol csak el. Univerzális energiaforrás, ami járműveket hajt és áramot termel, s kimeríthetetlen olcsó és nem is szennyez. Az ember régen csak fával fűtött. Majd a fát felváltotta a szén és a gőzgép. A szén helyett aztán megjött az olaj. Ha az olaj majd elfogy, akkor jöhet a hidrogén is, de a szállítása és a tárolása még nehézkes. A fő gond az, hogy hidrogén csak úgy nincs, vízből kell kinyerni. Ehhez viszont nagyon-nagyon sok megújuló energia szükséges. De igaz, hogy sok ország már dolgozik ezen. Talán egy napon meg is valósul majd, de addig is gazdaságosan és takarékosan kell élnünk.
A takarékos közlekedéshez például nagyon jó a hibrid autó is, ami benzin mellett árammal is fut. Sőt, vannak már mulatságos járgányok is, amiket a szél vagy a napenergia hajt. Ennek a tetején napelemtáblák vannak. Az antenna pedig szélkeréki alakul, és áramot ad a kocsinak. No, de elég a beszédből, gyerekek! Gyertek csak velem! Ebben nem fér bele mindenki. Ohó, milyen igaz, hisz el is felejtettem. Beszállás, gyerekek! Te varázsló vagy, tudtam, igazi varázsló. Majd meglátjuk. Ha el akarunk jutni valahová, és nem akarjuk szennyezni a környezetet, akkor a pici autóhoz elég energia kell. Hát a maestro tényleg mágus. No, akkor figyelem, indulás! Látjátok? Ez a kis szerkentyű energiát termel. A hullámok mozgását fogja igába a szerkezet, így lesz belőle áram. Miért is nem tudjuk nagyobb léptékben csinálni? De a tudósok már dolgoznak rajta, nem? Igen, Portugáliában és Skóciában, ugye? De egyelőre még csak kevesen teszik, és az emberek fel sem mérik, milyen lehetőség rejlik benne. No, de nézzünk mást is. Izlandon a geotermikus hőt használják energiaforrásként. A legtöbb izlandi otthonát a föld mélye fűti. Mi miért nem követjük a példát? Tényleg, már a rómaiak is használták. Egyesek szerint a makákó majmok is a föld hője miatt tudták túlélni a jégkorszakot. Lefogadom, hogy az nagy buli lehetett. Én megnéztelek volna ott. Szeretnék még szót ejteni a természetes energiákról is. Amint mondtam, a víz, a szél és a napenergia a legfontosabb. Oda nézzetek! Milyen cuki szélmalom! Ó, tényleg, majd elfelejtettem. Bizony szép kis épületek. Persze, szépek, na. A szélkerék az egész környéket el tudja látni energiával. Világszerte több ezer ilyen szélerőmű van. Szóval menjünk vissza a lovaskocsik korába. Akár tetszik, akár nem, közelebb kell kerülnünk a természeti energiaforrásokhoz. Mondok is rá egy példát. Ez a Roseland-gát, ami tiszteletre méltó a maga 800 méterével, ugye? A gátak előnye, hogy korlátlan mértékben biztosítanak tiszta, olcsó energiát. De mondd csak, akkor miért nem építenek több gátat? Mert már nincs nekik több hely, drágám. Csak Franciaországban több száz gát van. Világszerte több ezer is. Már minden lehetőséget kihasználtuk. De a fejlődő országokban még nem. Nekik energia kell a fejlődéshez, nem? Afrikában, Dél-Amerikában és Kínában még sok hely van rá. Indiában legalább 100 gátat akarnak még építeni. 100-at? És azt se felejtsétek, mit látott Julie Kínában a háromszúrtó gátnál. Bizony több millióan váltak földön futóvá. És a környezeti károk sem mellékesek. Itt nem törődtek a természettel. Szétrombolták az ökoszisztémát, ritka növények és állatok pusztultak el, és gondban vannak a gazdák is. A folyó hordaléka csak egyre gyülemlik. Na és azok a hatalmas víztározók mekkorák? Ez a kínai olyan hosszú, mint Anglia. Ebben vajon hány millió tonna víz van? Bizony nagyon sok. Ha nem törődünk a természettel, akkor megbosszulja. Szóval akkor mégsem szabad még több gátat építeni? Dehogy is nem szabad, csak nem tehetik tönkre a környezetet.
a megfelelő helyen. Jól megépítve hasznos dolog a gát, és ott nem kell ennyi ronda, hatalmas tápvezetékoszlop. No, de ez már az egyik kedvenc energiám, a szélenergia. A Níluson már 4000 éve is jártak vitorláshajók. A felukkák. Na és ott voltak a viking hajók is. Bizonyám, így van, annak is már 1000 éve. A vitorláshajók hódították meg a világot. Kolumbusz is ilyennel hajózott. Bizony, az emberiségnek sok száz éven át a szél adta az egyetlen hajtóerőt, és ezt tette lehetővé a tengeri csatákat. No, de én most a szélenergia egy másik formájára gondoltam, a szélkerekekre. Ez nagyon tiszta és hatékony energiaforrás. Sokkal nagyobb méretekben kell alkalmaznunk. De miért? Már nem így van? Egyes országokban, ha 5 szélturbinát építenek, az már nagy esemény. Máshol meg sok ezernyi is van már, amelyek milliókat látnak el árammal. Európa több országa is ilyen. Például Spanyolország, Dánia vagy Németország. Franciaországban még csak fejleszgetnek, pedig egyetlen jó szélturbina 2000 tonnával csökkenti a széndioxid és a szennyező gázok kibocsátását évente. Mégis, mondd csak, hogyan, maestro? Ó, csak az emberi butaság. Néhány éve egy határterületen akartak 5 szélkereket építeni, de több szervezet is fellépett a terv ellen. Hallgassátok, hogyan érveltek. Ezek a szélkerekek elcsúfítják a tájképet. Sőt, a hajók se jöhetnek majd be a kikötőbe. Egyébként is túl zajosak. Nem kell ide az ilyesmi. Elriasztják majd a vadakat. Szétmetélik majd a madarakat. És a denevéreket is. Akkor már miért nem jövünk a pókokkal és a patkányokkal? Vajon az ilyen ostoba emberek miatt éljen még sok gyerek sötétségben áram nélkül? Menjünk vissza a barlangba, akár az ősemberek. De maestro, nem te mondtad, hogy a szélkerekek sok helyet foglalnak el? És az is igaz, hogy zajosak. Persze nálunk nincs annyi nyílt tér, mint Amerikában, ahol sok millió szélkerék van. Bizony, a kaliforniai sivatagban akadnak. Németországnak csak tized annyi partszakasza van, mint nekünk, mégis első helyen állnak szélenergiában. Ez már virágzó iparág, ami sok munkahelyet teremtett. A 3200 kilométernyi francia tengerpart nagy részén erős szél fúj. Hát építsenek oda szélkerekeket, ahol az senkit se zavar. Hátra van még a legkomolyabb természetes energiaforrás, a napunk. A nap 10-15 ezerszer annyi energiát sugároz a Földre, mint amennyire szükségünk van. Ez pedig állandó energiaforrás. No, de hogyan is hasznosítjuk? Hát alig. De miért, maestro? Azért, mert még drága. A tehetetlenség miatt, és mert az atomenergia egyszerű. A napenergia alkalmazása nem egyszerű? Tényleg? Azt hogyan kell használni? Két fő módszere van. Vagy közvetlenül használjuk fel a hőt, vagy napelemekkel. De hát ez a kettő nem ugyanaz? Ez itt egy parabola tükör. Begyűjti és elraktározza a napenergiát, méghozzá ezen a csövön keresztül. A cső hőmérséklete 400 fokra szökik fel, és egy tartályba viszi ezt az energiát, ahol a turbina aztán árammá alakítja majd. Az pedig a vezetékeken jut el. No, de napelemet a háztetőkre is lehet szerelni. Így né. Ezzel már is van elég energia a fűtéshez. A fotoelektromos cellák viszont mások. A szilikonpanelek közvetlenül árammá alakítják a napsugarakat. Ó, mennyi mindenre használhatnánk ezt, főleg olyan távoli helyeken, ahol nincs áram. A legeldugottabb, legtávolabbi tanyákon is. No, de sokkal nagyobb méretekben is gondolkodhatunk. De, maestro, nincs végtelen nagy terünk. Az egész világgazdaság működtetéséhez 2 millió 200 ezer négyzetkilométernyi tábla kéne. Nincs is ennyi szabad föld.
No, ez már igaz, de vannak más lehetőségek is. A világűr, az már elég végtelen térség. Oda kell a napelemeket telepíteni. A kisebb táblákból egy egész napelem tornyot rakhatnánk össze. Ez a geostacionárius pályán keringene 36 ezer kilométerre a Földtől. Ez az álmom. De ez nagyon drága megoldás. Viszont sok száz évig adna korlátlanul energiát, és még mindig olcsóbb, mint elköltözni a Földről. Nem de? Azt hiszem, végigvettük az energiaforrásokat, de most szívesen hallanám a ti véleményeteket. Hát ha majd nem lesz elég energia, akkor megélünk anélkül. Nem, az nem nagyon fog menni. Az energia rendkívül fontos. Ahhoz, hogy fejlődjön a világ, hogy küzdhessünk az éhínség és a nyomor ellen is világszerte. Csak kevesebb energiát kell használnunk, hogy spóroljunk. Észszerű, ha otthon dolgozunk. Milyen igaz? Az energia 40%-át otthon használjuk el. Az új építésű házakat már sokkal alaposabban kell megtervezni, és új technikákkal felépíteni. Na, én meg is nézem a házamat. De a hatóságoknak is segíteni és bátorítani kell az embereket. Na és az autók? Kevesebbet és lassabban kell vezetnünk. Ha 15 kilométerrel lassabban hajtunk, 15%-kal csökken a fogyasztás. Gazdaságosabb motorok kellenek. És hogy ne egy személy üljön egy kocsiban, hanem többen. Na és tuti jó kocsik kellenek. Ez vicces, mert amit mondtok, az mind itt van az újságban. De a következő oldalakon már nagy egyterű kocsikat és furgonokat hirdetnek. Na, miért? Az emberek lakjanak közelebb a munkahelyükhöz. Vagy dolgozhatnának otthonról is, például számítógéppel. És járhatnánk busszal meg vonattal a repülőhelyet. Az fogyaszt a legtöbbet. Na meg a hajók. Az ipari és gazdasági termelőket rá kéne kényszeríteni, hogy az épületeikben és a járműveikben hatékonyabb energiaforrás legyen, hogy spóroljanak vele. Az olyan országokban, mint Kína meg India, ahol nagy az energiaéhség, meg kell tanítani a hatékonyabb energiafelhasználást. Igen, de nekünk is jó példát kell mutatnunk. Meg kell adóztatni a szennyező, fosszilis energiafelhasználóit. A pénzből aztán az új energiaforrásokat lehetne kutatni. Az ipari államokban már tervezik az ilyen lépéseket. Ez lehet az egyik megoldás. Ausztráliában már egy 1000 méteres napenergiát gyűjtő torony építését is tervezik. Hú, 1000 méter? Akkor az magasabb az Eiffel-toronynál is. Ezek megbolondultak. Amíg mindez megvalósul, kevesebb energiát kell fogyasztani otthon, az iparban és a mezőgazdaságban is. Ez még nem lenne nagy visszalépés. Egyelőre még nincs kőkorszak. Magyar szöveg Szabó János Lajos, hangmérnök és vágó Müller Kálmán, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Varga T. József. A szinkront a Minimax megbízásából a Filmhatár Kft. Készítette.